Hello mindenkinek, én vagyok Okkapri, aki nem tudná. És mivel nagyon régen volt energia italos bemutató videó, ezért húztam nektek egyet, mert már írtátok, hogy Okkapri, hát mi van veled a faszunkba? Nincsenek energia tesztelős videót. Ezért küldöttem rá több ezer dollárt, hogy csinálj ilyen tartalmat. Jó van, akkor elmentem a boltba, igen, mert megtehetem, hála a sok donétnek, hogy vegyek ilyen jó kis minőségi italokat. Ezért most szeretném nektek bemutatni egy újat, vagyis nem bemutatni, meg kóstolni, meg én se ittam ilyet. Mi is ez? Hát, röviden, nem mutatom be, hogy mit hoztam, szeretném jellemezni. Ez arról szól, hogy felnézel a fellegekbe, és akkor látod a nagy űrt, hogy szeretnél oda elrepülni. Szeretnéd ott megnézni a csillagokat az égről, hogy mégis hogy néz ki a föld, nem onnan magasból. Vajon hogy tudsz eljutni odáig? Azt hiszitek, hogy több ezer dollárba kerül, millió? Azt hiszem, hogy te vagy az Elon Musk? Nem! Anélkül is eljusszhat oda. Hát hogyan? Hogyan? Nem máshogy, mint elmész egy áruházba és veszel egy ilyen energiaitat, ami nem más kapta, mint a spacét, azaz az űrt. Igen. Szóval, ha ezt megiszod, akkor rögtön elképzeled. Rögtön úgy hiszed, hogy ott vagy az űrbe. Mert olyan kellemes ízt nyújt állítólag, de most megnézzük, hogy ez tényleg így van-e, hallod? Nézzük meg elsőnek is. Kék színű, ugye? Kinézel az égre, az ég milyen színű? Kék. Ezt annó meg is írta az a Varga Viktor, hogy lehet zöld a fű, és lehet kék az ég. Ha én megiszom ezt az italt, attól leszek szép. Na jó, ettől neked nem segít a szépségedet, mert már mindegy. Na, szóval kék az izé, a design, rávegyük a space. Igen. Üdítő ital vitaminokkal. Van benne CDA. Vágod, az olyan, mint a CBA üzlet, majdnem csak egy CDA. Igen. Van benne sok vitamin, zero taurin van benne. Amúgy ti azt tudtátok, hogy a taurin az a bikának a izéja? Amikor kiverik neki, vágod is azt teszik be. Szóval az nincsen bent. Nem tudom miért, pedig én szeretem. Nincs benne koffein. Szóval igen, ezt általában fiataloknak kell fogyasztani. Mert ugye nekik megállt a koffein, bepörögnek. Aztán még elhiszik, hogy Fortnite-ban jó, vágod a csüves. Az közben nem, csak koffein tesz és így... Ilyet kezd el csinálni. Hihetetlen. Látod, és itt az űrhajó. Szögezzük le. Szögezzük le, emberek. UFO nincsen, oké? Nem fog téged elvinni az UFO, vágod? Attól ilyet iszol, oké? Nyugodjál meg. Ez nem UFO országból származik, vagy mi ez? Mert nem izéből, az égből. Ezt rendesen úgy csinálták emberek, mint te vagy én. Ezt, oké? Nyugodtan megijatod, nem lesz itt a föld. Látod? Hát ez nagyon, nagyon valósághű dizájn. De én azt mondtam, hogy bontsuk is ki. Ja, milyen ízű? Kíváncsiak vagytok? Tutyi-futyi ez is. Aj, minden tutyi-futyi is! Majdnem minden. Szóval ez nem. Szóval ez tutyi-futyi ízű. Ki is bontsuk. Könnyű. Látjátok, nem volt gyerekzár rajta. Nem volt ezen rajta a gyerekzár, szóval ezt a gyereketnek készült, ugye. Például ugye mosópor, azon van gyerekzár, mert az nem gyerekeknek készült. Szóval vágod, szóval otthon ne edd meg, jó a fürdőszobádban mosópor, kösz. Na, a szaga milyen? Hát ilyen izé, mint az összes. Ja, ez pont jó kaja után, mert egy kicsit ugye büfi van, és akkor ugye vissza tudod ízlelni a kaját. Hát megízé szagultam. Nem annyira erős, nem annyira intenzív az íze, azt kell, hogy mondjam. Hát, lehet, hogy a pezsgő tablettával jobban járok.
Mondjuk eléggé drága volt, 150 forintba került ez. Szóval így gondolkodtam rajta, hogy megvegyem, vagy ne vegyem meg, vagy mi a faszom leszem. Úgy vagyok vele, hallod? A videó visszahúzza az árát, ugye befektetés, látod? Ezzel nem szponzorált, kis befektettem. Mit meg nem teszek értek? Azt a kurva eget. Azért ez durva. Nem üt be. Hát, lehet, hogy nektek beüt. De mivel én már felnőtt vagyok, ugye látszik is az IK-mon. Ezért nekem ez már hatástalan. Szóval, ja. Semleges, semleges. Osztályoznom kéne, mert mindenki erre kíváncsi. A doboza 10 per 8, az íze az 10 per 2. Vajon engem elrepített az űrbe, vagy nem? Hát, itt köztetek úgy érzem, mint hogy én egy UFO lennék, mert annyi mindent tudok, egy űrlény, ti meg az emberek. Szóval igen, igaz, elrepített engem. Úgy érzem, hogy mindent tudok, ti meg semmit. Szóval jó, ez egy 10 per 10. Ezzel megérte az árát, ha most így nézzük. Szóval, ugye ez elit emberek tudják inni. Ugye fiatalok, mert nagyon drága, meg ilyenek. Hogyha úrcsú cuccot kell venni, akkor ilyen helyesírás, hiba, ízés, üdítő tudtok venni. A csuszi atyás, tudjátok. Azért ez elég úrcsú, nézzétek meg. Szemüveges, hallod? Azt hiszi, hogy okos, mert ilyet hord. Én nem hordok ilyet, mégis az vagyok. Na mindegy. Szóval éljátok meg nekem majd kommentbe, hogy milyen italt mutassak be nektek. És akkor majd bepróbálom szerezni. Vagy nem, attól függ, hogy mennyire olcsó. Én voltam a Hubkapré, remélem, hogy tudjátok, hogy ki voltam. Igen, most jöjjön vissza az íz. Kétszer meg tudom kóstolni, kétszer kóstolom. Tényleg fassa, lett. Na, hello emberek, sziasztok, sziasztok!